Sziasztok, a mai páciens egy Vox 847A vapedál lesz, ami a 847-es vapedálnak a kínai verziója. Persze sokan gondoljátok, hogy hát a kínai, akkor az nyilván minőségben sokkal rosszabb, mint az amerikai, vagy amennyire én tudom, a legtöbb Vox vapedált azt Olaszországban gyártották. Mindegy, a lényeg az, hogy szerintem nem feltétlenül rosszabb, inkább más. Nagyobb a játéka a pedálnak szerintem, sokkal nagyobb a terjedelme, inkább magas hangokban, mint mélyekben. Nincs annyi alja, viszont több magasa van, sokkal hápogósabb a sound. Honnan lehet megkülönböztetni a kínai verziót az amerikai vagy olasz verzióktól? Hát először is icipici betűkkel van ráírva, hogy Made in China, úgyhogy azzal ellentétben, hogy az USA verzió baromi nagy betűkkel ide van írva, hogy Made in USA, igen, ide, de az olasznak meg ide alulra, hogy Made in Italy, szóval. És egyedül ezen a fehér címkén van csak feltüntetve, itt ezen konkrétan nem szedtem le még, mert nem örökbe kaptam, hogy Vox 847 kötőjel A. Nem tudom, mennyire látszik ott. Igen. Nem True Bypass. Gondolom ez nem meglepő. A háza ugyanolyan jól össze van rakva. Belül pedig hát a nyákot találhatunk, nem pedig point-to-point módszerrel van forrasztva. Ennek van adapter. Tehát lehet adapterről is táplálni. Nem úgy, mint a mondjuk az én régi Voxvaumat, amit nem lehetett csak elemről, és az összes régit is csak elemről lehet hajtani. Akkor a gitár most egy másik gitár, a múltkorival ellentétben. Ez egy Ibanez RX Made in Korea. Olyan szinten rétegelt a teste, hogy még a festéken is átlátszik. Hátul van egy Duncan Jeff Beck, elő pedig a gyári Power Sound pickup van benne. Ennek ellenére, hogy ilyen anyagukból van, én nagyon szeretem a hangját, és marhára kényelmes a nyaka is. Úgyhogy akkor lássuk, hogy szól ez. Az erősítő ugyanaz, mint a múltkor, Lini VH100R, most leginkább a torzított csatornáját fogom használni. Ugyanaz a delay a loopban, hangoló, voxal, ennyi. Azért nem tudtam a tiszta csatornán is, hogy szól a pedál helyett. Szerintem nagyjából a régi Voxvaluknak olyan ennek körülbelül a háromnegyedénél megáll a frekvencia terjedelem, vagy nem tudom, hogy mondjam, az egésznek a játéka. Megmutatom egy hangot pengetve, hogy mekkora. Egész magasra felmegy, egész ilyen hápogós, ilyen beszélős szandot ki lehet vele hozni. Igen. Kisebb torzítóval. A bypass. Vaupedál. Wow,
Ilyen funkisabb dolgokra is abszolút jó. Ja, még több torzítóval. Itt a bypass. És a wow pedál bekapcs, így szól a wow-val. Oké. Amit én nagyon hasznosnak találtam, nem tudom, ezt más pedál tudja, hogy fixálásban tök jó hangokat lehet vele kihozni, ami nekem mindig is egy nagy ilyen rejtély volt, hogy a Nuno Bettencourt hogy csinálja azt az a Drama Gods lemezeken hallható ilyen fura éles szandot. Hát most nem tudom, hogy, de véletlenül sikerült valami hasonlót kihozni a dologból. Nem tudom, ez más pedálnál is úgy van-e. Ezt, hogyha én teljesen lenyomom, akkor ez magától visszaáll egy ilyen középső pozícióba. Nem tudom, hogy miért lehet, csak visszanyomja, hogy szivacs, vagy rúgó, vagy bármi. De az a lényeg, hogy odaáll, és hogyha én ezt nem mozdítom el onnan, akkor tud egy ilyen Nuno-s szandot, ami valahogy így hangzik. Másik Nuno-s téma.